Sziasztok, Szeged 365 family tagok! Javában zajlik a vakáció, gyermekeink élvezik a szabadságot, azonban meg annyi veszélynek is ki vannak téve a közutakon. A gyermekek földi őrangyalával, Vad Robert rendőr őrnaggyal beszélgetünk, aki igazi jóképű szegedi arc. Azt azért elmondhatom, hogy európai uniós szinten is a gyerekbalesetek száma Magyarországon azért csökkenő tendenciát mutat. Viszont ennek a számnak egy hatalmas nagy átúzott nullának kellene lennie. Hogy is tudnánk a gyerekbaleseteket csökkenteni? Hát úgy, hogy elmagyarázzuk, hogy mik a közlekedés legalapvetőbb szabályai, és az sem árt, hogyha ezt egy szisztematikusan felépített és egy egymásra épülő programmal próbáljuk megvalósítani. Itt nagyon-nagyon sok csillagnak kellett, hogy együtt álljon, hogy ez a program megvalósuljon és működjön. Először is szükség volt egy tematikára. Az a helyzet, hogy a tematika éveken keresztül a fiókomba csücsült, és nyilván az egy dolog, hogy én rendőri adja, mit találtam ki, vagy mit találtunk ki, ezt nyilván le kell fordítani pedagógus nyelvre és gyermeknyelvre. És ehhez hatalmas nagy szükség volt a pedagógusok, tehát a tanító kollégák közreműködésére, és így született egy tematika, ami az egész keretprogramnak az alapja, amikor is olyan generáció kerül ki az utakra, meg a forgalomba, akik esetleg ezt a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra című keretprogramot végighallgatták, végigtanulták, akkor hiszünk abban, hogy ennek van foganatja. Tehát olyan közlekedők kerülnek az utakra, akik bizony-bizony tisztelik a közlekedés szabályokat, tisztelik egymást, vagy nem utolsó sorban a fizikát, mert azt nagyon-nagyon nehéz megtréfálni. De, mint említettem, együttműködők. Komoly segítség jött a pedagógus vonalról, tehát egyrészt, hogy a kidolgozás, a tematika kidolgozásában tanárkollegák nyújtottak nagyon nagy segítséget, és az egész felépítése, ami nem menne a pedagógusok, illetve a pedagógusi vezetés nélkül, az, hogy a Szegedi Tankerületi Központ fantáziát látott ebbe a kezdeményezésbe, és nagyon-nagyon komoly támogatást kaptunk tőlük, és amit említettél, ennek az egyik mérföldköve a Móra Ferenc Múzeumban néhány évvel ezelőtt megtartott értékelő értekezlet volt. Amekkora közhely, akkora igazságtartalma van annak, hogy ahol a piros labda gurul, néhány másodperc múlva megjelenik a gyerek, tehát az autósok figyelmét. A nyár elején mindig felhívjuk, hogy ezeket a helyszíneket fokozott óvatossággal és megfelelő körültekintéssel közelítsék meg, és nyilván gyerekekhez szólnánk ilyenkor néhány szót, az pedig arról szól, hogy kisbarátaink, mire figyeljetek oda? Hát arra, hogyha leléptek az úttestre, egy mozdulatsor. Ezt soha ne felejtsétek el. Fogjunk össze, pedagógusok, szülők és mi együtt, és fontos szegmens még az, hogy ne csak itt helyben durogtassunk, hanem legyen ez minél szélesebb körű, akár országos szintű kezdeményezés, és én azt mondom, hogy ha ebből egy olyan program válik, amely Zalától Vas megyéig, vagy Hajdúbiharag, mindenütt ott van, és mindenütt segítséget nyújt a gyerekeknek, akkor úgy érzem, hogy tettünk valamit annak érdekében, hogy egy olyan generáció kerüljön ki az utakra, akik odafigyelnek a szabályokra, és ez nekünk miért fontos? Tehát, hogyha odafigyelünk ezekre az aprónak tűnő, de nagyon-nagyon fontos dolgokra, akkor kevesebb baleset történik. Bízunk benne, hogy egyszer elérhetjük azt, nyilván lehet, hogy utopisztikus a gondolat, de elérhetjük azt, hogy a gyerekbalesetek száma egy hatalmasan áthúzott nulla lehet. De addig nyilván van tennivalónk, nem is kevés. Hogy a szilikon. Anyukámtól kaptam karácsonyra, de komolyra fordítva a szót. Nyilván megtisztelő, hogyha valami esetleg látszik, de 10 éves korom óta foglalkozom a vasak világával. Nagyon régóta életem része ez a nevezzük akár sportnak, vagy ez a szabadidős tevékenység. És nyilván az, hogyha látszik, akkor ez egy pozitívum, de elsősorban ez nálam nem arról szól, hogy látszom, hanem arról, hogy jól érezzem magam, meg esetleg fizikálisan is többet bírjak. Hogyha hagyományokról van szó, akkor nyilván a történelem egy domináns szempont. Repülőmakettezem, és ez nyilván a kis műanyag készletek összerakásán, meg lefestésén, meg esetlegesen egy versenyre elhúzásán túl, ez arról is szól, hogy a második legháború a egyik preferált témám, kell némi kézügyesség, meg kell némi alázat, hogy az a makett az úgy nézzen ki, ahogy a 40-es évvel kinézett. Ezen túl én most foglalkozom azzal a pilótával, aki adott esetben a hazáért repült. És itt jön képbe a történelem szeretete, tehát érdekel az, hogy egy adott makett mögött mi van,
ott emberi sorsok vannak, ki repült-e, ki is volt az az ember, ki is volt az az adott hős. Este 10-től jön a B oldal, és akkor ott jöhet szó a makettezésről, a rockzenéről, nyilván természetesen fülesbe, és hát végén ezt kikapcsol. Meg nem utolsóban tényleg foglalkozunk a múlttal egy kicsit. Vad Róbert rendőrőrnagyot hallottuk. Gyertek és edzetek ti is egy jót. Vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk gyermekeinkre.